Sziasztok fiúk, lányok, ez itt első látásra a Pray for the Gods, egy akció, kaland, túlélő játék, vegyítve némi kolosszális boss harccal. Lényegében megkapjuk a Shadow of the Colossus, csak kicsit hidegebb helyszínen játszódik, és jelenleg a játék korai hozzáférés alatt készülőben van még, már egy jó ideje, de ettől függetlenül mi ma most szemrevételezzük, hogy mit is nyújt nekünk a Pray for the Gods. Úgyhogy kezdek is egy vadonatúj játékot, könnyű, normál, nehéz fokozat, igen, van magyar fordítás is a játékhoz, a hideg megölheti a játékost. A hideg nem öli meg a játékost, tehát szerintem kezdjük így egy normál fokozaton. Erősítés vagy túlélés? Az éjség, a kimerültség pozitívan és negatívan is kihat a kitartás regenerációjára. Erősítés az éjség és a kimerülés csak a kitartás regenerációját növeli meg. Hát nem tudom, szerintem az alapbeállításokkal elindulunk, nem lehet abból gond. Na lássuk, mit tud a Pray for the Gods? Imádkozzunk az istenekhez, az emberiség az utolsó napjait éli. Egy véget nem érő tél kiszorítja az életet a világukból. Kétségbeesésükben a túlélésért a válaszokat egy legendában keresik. Egy szent szigetről szólóban, ahol az isteni erők egykoron növekedtek és fejlődtek. Sokan mindent hátrahagyva indulnak útra hajóval, hogy felderítsék, de senki sem tért vissza. A hideg fogsága szorosabbá vált, a választás hiány egy üres és kopár, nem tudtam végigolvasni, a kórus énekel. Kongasd meg a harangokat, kongasd meg a harangokat, kongasd meg a harangokat. Jó, harangokat kell kongatni. Ennyit már tudunk. Na lássuk akkor. Hideg óceán. Jég. Hajóroncsok. Igen, van egy kis vikinges beütés már kapásból. Északi mitológia, és ahogy nézem, ilyen óriások, fagyott óriások, és várromok mindenfele. És ott a messzeségben egy fényt pillantunk meg. Vajon mi lehet ott, és hová vezet utunk? Hatalmas nagy kőbe fagyott óriások. Vagy olyan ezek éltek, vagy csak szobrok voltak? Mert úgy néznek ki, mint akiket így egy ilyen vulkán temetett be, vagy valami hasonló, vagy lehet, hogy csak így megfagytak. Ki tudja, sorsukra talán soha nem derül fény. Mindenesetre itt a hajóroncsok között ott az, azok lennénk mi, talán? Ki tudja. Na de most majd mindjárt kiderül. Igen, ezek leszünk mi. Az egyetlen túlélő, aki elég jól bírja a fagyos vizet. Hatalmas nagy hóvihar mögöttünk. Hú, ez így kifejezetten barátságtalan. Na mindegy! Lássuk! Hol lapulnak azok a kolosszusok? Na, hát itt volnánk. Nem is néz ki rosszul a játék. Annyit érdemes róla tudni, hogy ezen egy maroknyi ember dolgozik. És ahhoz képest tényleg nem néz ki rosszul. Így röviden és tömören a játék nagyjából szerelem gyermeke lehetne a Shadow of the Colossusnak, némi Breath of the Wild-os beütéssel, gondolván itt arra, hogy majd kell kóborolnunk egy ilyen, hát kvázi open world helyen. Na mi ez itt? A hideg elviselhetetlennek érződött, ezért tüzet gyújtottunk az elátkozott hússal, amely nap-nap után is erősen lángol. A tűz ugyan előzi a hideget, de arra sem képes, hogy eltüntesse néhányunkat elemésztő őrületet. Tehát ez itt az örökkő égő, elátkozott hússal égető hő, vagy mi ez, tűz. Jó. És mi az, ami ott megtelik? Vajon ez a hőérzetünk? Az a kis piros bogyó, úgy tűnik. Na menjünk szépen fölfele. Utás. Ott fogy a stamina. Jó. Mindenféle szobrok. Jó, és kitikkadtunk teljesen. Na lássuk, mi vár itt ránk. Egy barlang. Véres a fal. Jó, mászunk. Lesz itt mászás is, kérem szépen. Na, akkor be a barlangba gyorsan.
elátkozott hússal égő tűz, ami örökké lángol. Nem is rossz. Nem is rossz. Mindenféle rúnák a falon. Na, megyünk lejjebb. Itt is hatalmas nagy freskók. Mi ez? Valakinek a gyomrából előtör a füst, vagy szél, és ott lent emberek hódolnak neki. Itt pedig van valami. Egy szobrocska, nézd! Keres 3 totemet a kitartásod fejlesztéséhez. Hát jó, legyünk kitartóak. Kővé fagyott emberek, hát emberi maradványok. Újabb papír. A proféták rendet teremtettek velük a káoszban. A pecsétek mindannyiunkat fel fognak szabadítani. Kongasd meg a harangokat. Jó, kongatok harangokat. Támadás. Na ez mi? Támadás. Ja, hogy ez egy harang? Felhúzod, és kongatsz. Felhúzod, és ott megtelik a csík, kongatsz. És most elengedhetjük, és kinyílik előttünk a hatalmas nagy ajtó. Vajon minek építettek ekkora nagy ajtókat? Merül fel a kérdés. Nagy ugrás, ez az. Nagy ugrás, és kapaszkodj meg, úgy. Jó, 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 szóval... Ilyen akrobata mutatványok. Ja, itt is ugorjunk fel, mielőtt még el nem fogy a szufla. És mi az a másik két csík? Van egy zöld csíkunk? Ó, mi ez? Meg egy kék csíkunk. Kampó. Vegyük elő a kampót. Kampókéz. Célzás. Tűz. Ja. Jó, hát így már gyorsan fogunk közlekedni. Itt van egy rúna. Nézzük meg, mi ez. Ez valami kis térkép. Na, itt van a szerelésünk. És itt látjuk, hogy ad védelmet a fizikai sérülésekkel szemben és a hideggel szemben, illetve gondolom, hogy mennyire gyorsan tudunk adott felszerelésbe közlekedni. És akkor itt még egyéb dolgok is vannak. Itt vannak az egyéb talált tárgyak, meg fegyverek. Ja, és az az éhségérzet, a fáradtság és a hőérzet. Tehát, hogy van egy ilyen kis túlélő játék feelingje az egésznek, hogy ennünk is kell, meg pihennünk is, meg ki fogunk fáradni. Na, nézzük. Jó. Megragadtuk a szikrafelszínt, és akkor ki tudunk menni? Ki tudunk? Ki tudunk. Jól van. Irány a fény. Na, hol vagyunk? Ugyancsak barátságtalan havas hegycsúcs. Óóó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 
Mellettünk jobbra fagyott óriások nyoma őrzi a hideg pusztítását. Hogy a szélelmet a kitartás regenerálás növeléséhez. Jó, fogyasztok élelmet. Nyom, 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 nyom. És ennyi volt az élelmünk? Úgy tűnik. Na mindegy, remélhetőleg, hogy most már nem fogunk ilyen halni. Nem lenne szép. Bár azt mondják, hogy a fagy halál szép, mert szépeket álmodik közben az ember. Hát ezt nem most próbáljuk ki. Újabb irat. A kötések rögzítése oly hosszú ideig tartott. A köteleket megcsomózták, és a fagy megszilárdította őket. Meg annyi szertartás után a kimerültségtől összeesett, és eltemettük. Azt sem tudom, meghalt-e. Azonnan származó bűz elviselhetetlen. Na jó, hát... A fordítás azért nem tökéletes, de azért értjük, mire gondolt a költő. Jaj. Ja, hogy így lehet bukfencezni is. Na, ezt jó tudni. Na, megint belegázolunk a hóba. Jaj, tírja is, altal gurulunk. Ó, itt van egy nagy hágó. Na, nézzünk itt körül. Hova érkezünk? Igen, tehát így megyünk előre, és próbáljuk felfedezni a helyszínt. Ó, tüzek. Mindenfelé. Hopp, csak ki ne törd a nyakad, kislány. Na, itt van valami fa. Megnézzük.
Jó, itt is van pár bogyó. Egyszerű. Itt valami még csillog. Tűzifa. Hopp, zsebre raktuk az egész fát. Jól van. És ott is van egy nagy torony a távolban. Mi ez a hely? Arrafele van még vajon valami? Nem, nincs. Na menjünk oda egy ilyen örök lánghoz, ami kárhozott a pusából ég. Jó, ez lenne a fegyverem, de nincs fegyverünk. Na nézzük, mi van itt. Mászás. Támadás. Na, egy újabb harang. Kongasd meg a harangot. Hopp. Hát ezt megkongattuk. Ajaj, ajaj. Jó, ez nagy. Mi ez? Ajj. Ez egy hatalmas nagy vendigó. Vagy valami zombi. Ez para. Júj, ez nagy. És patái vannak. Na, minden, aminek patája van, az már kapásból egy extra parafaktort kap. Fussunk el mellette, nehogy agyonyusson. Na, és ott a seggén, mintha lenne egy ilyen szigonyhely. Csákjázzuk meg a fenekét. Oké, másszál föl. Ó, itt a bundáján fölmászunk. Mert ez nem tudom, miből van összetákolva. Hoppá. Fújt ki magad. Jó, lehet ugrálva is menni. Jó. Hoppá! Mi ez itt? Na, ez mit tud? Ja, hogy ez is egy harang, és ezt kell kongatni. Aja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 j. Most megrázza magát, és kapaszkodnunk kell. Kapaszkodj, kislány, kapaszkodj. Na, még egyet kongatunk. Hopp! Hé! De hogyha így forogsz, akkor nem tudlak megkongatni. És akkor valószínűleg ez így ezeket a kötéseket így lebontja róla. Azt hiszem, le fogok esni mindjárt. Na, talán egy kongatás még belefér. Hop. Jó, dacolunk a hideggel. És közben ennek az óriásnak a hátán próbálunk felkapaszkodni. Na, de most mi történt? Hopp, ott van egy fény. Jó. Stamina regenál. Ne. Jó. Hát egy olyan 20 métert estünk. Nem mondom. Jó, ne bánts. Kérlek, ne bánts. Ujj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 
Azt a... Jaj! Júj! Hát ez ide somott egyet. Jó, a lábai között átmegyek. Hoppá! Ez a harc lesz a végső. Nagyon durván jól néz ki amúgy. Na jó, akkor fel kell másznunk oda a vállára. Csak ne rázd meg magad túlságosan, jó? Ez micsoda? Óriási patás csontváz. Jó, ott a válla. Kapaszkodjunk. Jó, oj, jó, most rázza. Hoppá. A szél is lefúj mindjárt. Ó, próbálok valahogy oda kapaszkodni ehhez a csengőhöz. Gyerünk. Húzd ki. Nyomd. Hopp. Jó, kicsit már vadul, nagyon vadul. Na, még egy kongatás. Már megint. Ne rázzál le magadról, haló. Nesze. Jó, kitartás. Még egy kongatás. És le fog esni a keze. Oh, nem hagyja magát. Ah. Nyom. Gyerünk, kongas. Húzzad. Nem, ez nem volt elég. El fogom ereszteni. Ne. Hát ez nem jó. Ez nem jó hír.
nagyon nem jó hír. Csak ott, mint hogyha lenne valami. Az egyik tűznél, várjál. Próbálok enni egy picit, hát ha az javít a egészségi állapotomon. De tényleg annyira lomha. Csak agyon ne tapossál, nem csak ott van valami. Hopp, ez nem talált. Ez mi? Ez mi? Felvettünk egy kis kusikát. Jó, próbálok átmelegedni egy picit, mert közben itt a hideg is ám ellenünk dolgozik. Jó, most erre jön. Jó, én közben melegszem. Uuuuaj, erről nem volt szó, hogy te ilyet is tudsz. Fagyos lehellet. Hopp, ne taposadjon, ne taposadjon. Jó, megyek föl. Jó, megyek. Kis bundádon. Jaj, ne. Egy ilyen 30 méter magas óriás. Ja, és ez a Shadow of the Colossus feeling. Én az a játékot sose játszottam, de mindig is ki akartam próbálni. De akkor most itt a kiváló alkalom. És hogy gyakorlatilag arról szólt a játék, hogy mindig fel kell fedezni, hogy hol lehet a következő óriás, és utána pedig azt kitalálni, hogy hogyan mászod meg és győződ le. Nesze! Ez nagyon nem tetszett neki, de még nem dölt meg. Még nem dölt meg, még egy darabban van. Jó. Jó, sikerült megkapaszkodni. Most hol lehet? Még itt valami hiányzik. Itt a nyakánál ez a szírt, ez micsoda? Ott a feje búbján van az utolsó. Kongas. Ezt el fogja engedni. Ez nagyon nem tetszik neki. Nyugi. Jó, innen el, mert itt le fog ütni minket. Jó, együnk husikát. Hopp. Se tetszik neki. Ne fordulj el. Jó, túl nagy ívben szaladok körülötte. Jó, ez jó. Jó, már csak a fejére kell még egyszer fölmásznom. Jó, itt meg tudok állni itt a kulcs csontján, vagy ami ez már csípő csontján. Na jó, menjünk föl. Nincs vesztenivalónk most már. Alig élek. A hideg mindjárt a csontjaimat lerágja rólam. Gyerünk, kapjad el. Ez az jó. Nem rázolt el olyan könnyedén. Most itt felmászunk szépen a nyakán. Nyugi. Jó. Csak lenne essek, még egy esés, nem biztos, hogy túlélek. Jó, most ilyen oldalakban mászok fel a fejére. Húzzad. Most! Azaz sikerült! Ez nem volt rossz. Jó. Mondjuk könnyen meg lehetett találni a harangokat, de nagyon királyul néz ki. Nagyon jó pofa harc volt. Gondolom ez csak egy ilyen tutoriálból, szóval ennél csak nehezebbek lesznek. Szegény. Kicsit már sajnálom is. Megdermett. Elhagyta minden élet. Mi pedig ott fekszünk előtte. Szintén elég élettelenül. És ez?
Ez is szőrös. Ja, hogy ez egy farkas. Aha. Na most mi lesz? Á, itt van az a torony, amit láttunk a távolból. És ide behurcol a farkas minket. Na, ez érdekes. Nagyon okos állat. Bár szerintem ez is valami elvarázsolt emberke vagy istenség lesz. Csak egy farkas úgy nem hurcol be senkit. A hegy ormán lévő ősrégi romok közé. Hova visz? Ú, itt van valami gyógyító forrás. Most itt hagy minket. Ó, és ott van a feje. Annak, akit legyőztünk, és ott mellette még másik 1, 2, 3, 4, 5 darab ilyen ikon. Na és itt most nekem villant egy achievement. Ő egy szatír volt. Aha! Akkor ez megmagyarázza a patát. És akkor másik 5 istenséget kell még levadásznunk. Valamiért. Most, hogy meghalt a szatír, akkor kitisztul az ég? Akkor mi így küzdjük le a hideget okozó hatalmas istenségeket? Nem. Itt megjelent egy újabb fény. Lehet, hogy az jelképezi, hogy merre kell mennünk? Hol lesz a következő istenség? Lehet. És ott felvillant a következő ikon. Oké. Na, hát fiúk, lányok, ez nem is volt rossz. Ahhoz képest, hogy Early Access. Na, hát akkor így első látásra nekem tetszett a játék, és hogyha nektek is hasonlóképpen, akkor nyomjatok egy lájkot, aztán folytatása következik. A másik 5 istenség várja még, hogy levadásszuk, és hogyha szívesen velem tartanátok a kalandban, akkor ezt jelezzétek lájkok formájában. Én viszont megköszönöm már a figyelmet, ez volt a Pray for the Gods. Egy Shadow of the Colossus PC-re. Én adom. És nagyon hangulatos. Főleg, hogyha valaki szereti az ilyen téli fagyos hangulatú játékokat hatalmas nagy kolosszusokkal. Találkozunk legközelebb. Addig is mindenkinek jó játékot. Sziasztok!